Az agy végtelenül bonyolult jószág. Ő a legend. Második figyelmeztető, második figyelmeztető. Sok hasonlóság van köztem és Charlie Gordon között. Mind a kettőnek 60-as az IQ-ja. Charlie Gordon 45 éves. Öreg. Mindegy. Középsúlyos értelmi születés. 60-as Ez egy középsúlyos értelmi fogyatékos emberről szól, akit egy fikciós, sajnos nem létező műtét segítségével hihetetlenül megnövelik az intelligenciáját. Első találkozások azokkal a nagyon kemény jelenetekkel, azok úgy néztek ki, hogy ömlőkönnyen álltunk, és így nem tudtuk elmondani a szöveget. Sérült fiú, aki egyszer csak valami csodálatos módon fölemelkedik, és aztán porba hull. Úgy az embernek így összefacsarja a lelkét, meg az agyát. Hát nagyon kemény történet, és nagyon, nagyon szép. Igazából az a csodálatos benne, hogy magáról az életről szól. Akkor sem akartam menni, de nem mentem sajnos. Én imádkozni fogok érte csinálni. És értük is, hogy Isten megbocsássa azt, amit veled tettek. Olyan dolgokba ártották bele magukat, ami csak Istennek szabad. A jelenbe élő, végtelenül őszinte ember, és azt mondja, ami éppen neki az eszébe jut. Ez nekem borzasztó szimpatikus. Mit gondol az alul lépők közül, melyik mindenre oda? A kettes. Nem kell, hogy hakkolni, szépen megye őket sorra. Nem kell sorra venni, mert látom, ha a kettest elfogadjuk, akkor pont oda jön. Akik ide beülnek, mondjuk a következő 10 előadásra nagyjából 3000-en, ők mind egy kísérlet önkéntesei és részesei. Csak arra akartam kérni magukat, ha véletlenül arra járnak, vigyenek már virágot a Algernon sírjára hátsó udvarba.